Az idei évben újra megrendezésre került Tamásiban a nagy hagyományokkal rendelkező járási borverseny, melyre óbor és újbor kategóriában is nevezhették a megtermelt nedüket a gazdák. 2021-es évjárat az köztudomásul egy nagyon jó évjáratnak minősíthető. Magas cukorfokok, egészséges szőlő. Innentől kezdve a borászon múlott, hogy milyen bort sikerült ebből készíteni, és úgy gondolom, hogy ez ma Tamásiba sokaknak jó sikerült, és ennek köszönhetően a kóstolt borok döntő többsége az bírálatra alkalmas, megfelelő minőségű, sőt több kiemelkedő minőséggel is találkoztunk. Ez tulajdonképpen a idei esztendőben normálisnak tűnik, hisz az eddigi lebonyolított borversenyek is ezt igazolják. Itt Tamásiban talán azért mindig egy kicsit különleges a helyzet, hisz a gazdák, a termelők a nehezebb körülmények között termelnek, mint egy optimálisabb termőhelyű borvidéken, de én azt hiszem, hogy ennek megfeleltek a gazdák, jó szakmai, jó így mondjam, minőségi követelményeket teljesítettek, és így az asztalra kerülő borok alapjául véve úgy gondolom, hogy jó minőséget képviselnek a 2021-es esztendőben. A Borbíráló Bizottság tagjai a több borás kóstolgatás alatt számos szempont alapján vizsgálták a leadott mintákat. Szint, tisztaságot, a megfelelő illat, zamatanyagot, annak az intenzitását, fajtára jellemzőségét, majd ugyanezt ízben is, zamatban is követeljük. Ennek megfelelő pontrendszerű táblázata van, amely jó segíti a bírálókat abban, hogy minél objektívebb bírálás születhessen. És úgy gondolom, hogy ez az idei esztendőben éppen az előbb említett okok miatt jó sikerült és megfelelő hatásfokkal és minőséggel sikerült a borokat minősíteni. Az okleveles borminősítés azt jelenti, hogy alapjául véve a bor olyan borhibát, borbetegséget, amely esetleges kizárás, bírálatból való kizárást okozna, az nem volt, viszont a fajtár jellemzősége, az évrájatra jellemző íz-zamatvilág, az illatok, az összbenyomás, az nem érte el az érmes szintet, és ennek megfelelően ez azt jelenti, hogy a bor bár különösebb kifogás nem merül ellene, de éremre nem javasolható. Tamásiban és környékén a mai napig sokan művelik a szőlőterületeket, és a borversenyeken megmérettetett borok minősége is mutatja, hogy a gazdák figyelnek arra, hogy megfelelően kezeljék a hordókban tárolt nedüket. Egyre többen kezdenek el borászkodni komolyan. A komolyságot annak gondolom, hogy olyan borokat kóstoltunk, amiben nem lehet belekötni. És ez nagyon fontos, mert lehet bort készíteni úgy, hogy semmi közünk nincsen hozzá, és vannak olyan borok, ami bírálható, értékelhető, és ez a nap erről szólt. Én körülbelül 6-7 éve vagyok Tamásiba, ahol bírálok és foglalkozom a borközösséggel. Nagyon lényeges változás történt az elmúlt 6-7 évben. Amíg az elmúlt időszakban 100 borból legalább 30 bor volt, mondhatjuk azt, hogy értékelhetetlen, addig a mai időszakban 5-10 bor. A borverseny alkalmával a társadalmi zsűriben 4-en foglaltak helyet, akikre komoly feladat hárult az idei évben. 21 bort kóstoltunk, ebben voltak fehér és rozé és vörös borok. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, meg kell mondanom, és a zsűri tagok közül 2 újdonsült tagok voltunk a társadalmi zsűribe, úgyhogy nekünk még a közeget is úgymond szoknunk kellett, és a bírálati szabályokat is, de sokat tanultunk a többiektől, segítettek bennünket. Miután mindegyik bort végigkóstoltuk, azt kell, hogy mondjam, hogy egy öntetű volt a véleményünk, hogy melyik a legfinomabb fehér, és melyik a legfinomabb rozé, és a
vörös, és aztán ezt a három bort nyilván újra összekóstoltunk, és mindannyian magunkban gondolkodtunk, hogy melyik az, amelyiket legszívesebben otthon az asztalunkra tennénk egy ünnep alkalmával. Mert hogy a társadalmi zsűrinek ez a feladata, erre hivatott, hogy az döntse el, hogy otthon borkedvelőként te mit fogyasztasz szívesen a családoddal, a barátaiddal, és meg kell mondanom, hogy egyöntetű volt a négy tagnak a véleménye, a vöröset, a Blauburgert helyezte az első helyre, így ő kapta meg a Németh Miklós emlékdíjat. A nagy fehér arany, a nagy rozé arany, a nagy vörös arany címekkel illetett gazdák a kupa mellé egy boros kancsót kaptak elismerésül. A 2022-es járási borversenyen a Tamási Város Bora címhez idén is egy boros hordó járt, melyet immár hatodik alkalommal egy tamási borosgazda vihetett el, emellett az újonnan megalkotott Németh Miklós emlékdíjat is neki ítélte a bizottság. Úgy mondom, tamási vagyok, tamási embernek ide kell hoznia, vagy legalábbis illik ide hoznia. A Blauburgerrel nyertünk az idén. Most úgy gondoltam, ezt hozom el. Aztán Cabernet otthon maradt pincében, de jó helyen van. Sokat kell vele dolgozni, az biztos, mert különben másképp nem megy. A Miklossal, az öreg fiúkban együtt futballoztunk valamikor. Ő nagyon jó futbolista volt, ő a Dózsában is játszott Szekszárdon, meg Dombováron is játszott, úgyhogy közelről ismertem a Miklóst, hála Istennek, de nagyon sajnálom, hogy megbetegedett, meghalt. Össze még volt nálam borért. Az eredményhirdetés után lehetősége volt a bortermelőknek szakmai, baráti beszélgetések lefolytatására a többi termelővel és a borbírákkal.